Hangosan érkeztek a földre a magasból a levágott fadarabok. Elsőként csak az ágait vágták le a szakemberek a tölgynek. Pár napra rá az egész fát kidöntötték. Szükségessé vált a helyiek által csak öreg tölgynek nevezett fa kivágása, hiszen leromlott az állapota, így bármikor kidőlhetett volna akár egy arra sétáló emberre is. Több mint 200 évig állt ezen a helyen a tölgy, emlékének a közelgő augusztus 20-ai ünnepségen is áldoznak. Itt kerül ugyanis megsütésre az ünnepi kenyér. Hagyományos módon sütünk kenyeret, úgy, ahogy azt dédanyáink készítették. A kenyér elkészítése, dagasztása a hagyományőrzők házában történik, maga a kenyér sütése pedig az érsek kertben lesz, mégpedig ott, ahol kivágásra került az öreg tölgy. Ide várják majd az érdeklődőket, akik megtekintenék a hagyományos kenyérsütési eljárást, illetve azokat is, akik megemlékeznének a több száz évig fölénk magasodó fáról. A sütésen kívül természetesen egyéb módon is tisztelegnek majd. Az öreg tölgynek a helyén saját anyagából készül egy emlék, tulajdonképpen egy asztallapszerű valami, hogy így hívjam, hogy bele lesz vésve, hogy in memoriam öreg tölgy. Kalocsa 2018, kicsit emlékezve erre a fára, amely évszázadokat ért meg, és ennél a fánál lesz egy esemény, a kenyérsütésen kívül lesz itt kóstoltatás, illetve éneklés is lesz. Így várnak mindenkit, aki tisztelegne, illetve megemlékezne az érseket egykori ikonikus fájáról. A program természetesen ingyenesen látogatható.